Dombóvára irányult a magyarországi horvátok figyelme a hétvégén, itt tartotta ugyanis éves közgyűlését a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület, valamint kedvelt folklór és gasztronómiai rendezvényét, a Krofestet. A Mán Dombováron tartja meg a Magyarországi Horvátok Szövetség éves közgyűlését. Minden évben ez számunkra az egyik legfontosabb feladat, amikor több dolgot viszünk végrehez, beszélünk a múltról, a jövőről, tehát a napi rendi pontok szerint. A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat folyamatos és kiemelkedő munkájával hívta fel magára a figyelmet a magyarországi horvátság körében. Az elmúlt évben keresett meg bennünket a Magyarországi Horvátok Szövetsége, Osztrogonács József úr, illetve a parlamenti szószóró Szolga József úr, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha ez évben az éves kongresszusa a szövetségnek Dombóváron tartanák, illetve közülését. Mi örömmel vettük, ebben van egy kis elismerés is számunkra, hogy ők mondták, hiszen egyedülek vagyunk Tolna megyében, nincs is több horvát önkormányzat, és hát azért próbálunk jól és eredményesen dolgozni. Varga Stader Gábor, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, a szervezésben mindvégig számíthatott a város önkormányzatára, hogy méltó helyszínt biztosítsanak az eseménynek. A Szulai Sportcentrumba került sor az Országos Horvát Nemzetség Önkormányzat közgyűlésére. Nyilván a közgyűlés nagyon fontos, elvégzik a feladatokat, de azt gondolom, hogy a közösségépítés a Szigeterdőben zajlik, hiszen ott kulturális és gasztronómiai versenyben is összemérik tudásukat. Remélem, hogy mindenki kellemesen tölti a mai napot. A szerencsés időjárásnak köszönhetően a hivatalos program végén az előadásokat és a gasztronómiai specialitásokat is zavartalanul élvezhették a résztvevők.